különleges könyvnek a bemutató előtti bemutatója, hogy beszélgetés lesz a könyv, ez a Párhuzamos világok című kötet, amelyben bizonyos politikai, társadalmi, bizonyos politikai, társadalmi problémákat sci-fi filmsorozatokon, könyvön, sorozatokon, irodalmon keresztül hoznak közelebb az olvasókhoz az írók. Szerintem vágjunk bele a mai estébe, ugye hála Istennek nagyon sok szerzőt köszönhetünk itt a Magyar Írószövetségben ma este, ami azt jelenti, hogy három különböző blogban fognak a szerzők beszélgetni. Az első az a politikai, a kötet egészéről és a politikai vonatkozásról foghatja majd őket a ma esti moderátorunk, aki a kötet egyik szerzője is, Ancsó Éva. Hát is adom a szót Évinek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ha nem vagyok elég hangos, akkor légy szíves, szóljatok. Nekik van ott mikrofon, én nagyon hangosan tudok beszélni, de hogyha néhogy Isten mégsem lehetne hallani hátul, akkor volt már ebből gond, hogy a hátülülők nem hallották, és udvariasak voltak, és nem szóltak. Ami ugyan nagyon udvarias, de nem túl praktikus. De hát, hogyha valaki nem hallja hátul, akkor az nyugodtan tegye fel a kezét, és sikítson, hogy egy picit hangosabban. Szerintem a kollégák mikrofonban fognak beszélni, és akkor ez biztosan működni fog. Jó, akkor először is szeretném bemutatni a most kívülőket, ahogy ez el is hangzott. A kötetnek összesen 17 szerzője van, ezért nem egyszerre, hanem azt gondoltuk, hogy ilyen blokkokra bontva lesz lehetőség arra, hogy egy kicsit beszéljenek a kötetről, a témájukról, arról, hogy hogyan kerültek kapcsolatba ezzel az egésszel, miért tartják fontosnak az ilyen jellegű tudományos ismeretterjesztést a science fiction világokon keresztül. És az első blogban a meghívott vendégeink, Nagy Ádám, dr. Nagy Ádám, a könyvek szerkesztője. Sose fogom tudni lemutni magamról. Aki szintén, hogy voltam, kettőt is írtál bele most? Egy felet? Hát én két felet, mert én nem vagyok képes önállóan egyet írni, ahogy ezt elmondtam. Felet. Filipov Gábor, aki szintén a kötet egyik szerkesztője, és ő is írt bele egy eszét. Gáspár Attila. Igen, erről majd egy hosszabb terjedelmű szöveget írt a kötetbe, illetve Gáspár Attila és Miyazaki Dzsun, akik szintén egy politikai tárgyú művel készültek a kötethez. Az első kérdésem az lenne igazából hozzád, Ádám, hogy mutasd be légy szíves ezt a kötetet, meg ezt a koncepciót, a múltját, vedd át Tóth Csaba szerepét most, és mutasd be, hogy miről van szó egyáltalán most. Hát nem biztos, hogy a Csaba ennek örülne, annál is inkább, mert ugye tényleg politológusok ülnek kint ellenben velem, aki hát úgy ért a politológiához, mint a focihoz. Tulajdonképpen az ötletet, most így magunk között vagyunk, akkor bevallom, hogy én loptam. Nem tudom, hogy a kedves kollégákai is, nem tudom, a magázódós, tegeződős a viszony, szóval, hogy ismeritek-e a Sci-fi politológia című munkát, ami Csabáé 3 évvel ezelőtt jelent meg, amelyik hát így egyetlen egy mondatban megfogalmazva, ugye a Jedik azok mindnyájunk számára ismert és szeretett kedves társaság, akikről szépen bebizonyítja, hogy egyfelől egy katonai hunta, mert sose választották őket, senkinek nem felelnek, sőt, még ráadásul vallási szélsőségesek is, mint ez tegnap kiderült. És nácik, ez majd hova fog kiderülni. De hogy tényleg hát nem felelnek senkinek, katonai csapattesteket mozgatnak, le akarnák mészárolni a szabadon választott főkancellárt, ez egy katonai puccs. És amikor én ezt olvastam, ez Csaba tollából született ugye ez a munka, akkor az ember az első üledezés után, hogy hát ki ez a csávó, aki ilyeneket ír az én kedvenc zsedieimről, tegnap egy kicsit keményebben fogalmaztam a Szkeptikus Klubban, azután rájön, hogy hát ez marha jó, hát tényleg, tök igaza van, és emellett elmagyaráz egy csomó olyan politológiai alapfogalmat, amit nyilván a mellettem ülők nagyon jól ismernek, én meg csak ugatom, hogy felelős kormányzás, hogy aktív és passzív választójó, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor jött az ötlet, hogy hát ezt el kell lopni, mert hogy én magam egy neveléskutató bohóc lennék, közben megszületett a második kötet, ami Fantasztikus Világok névre hallgat, és sok politológus szerzőjét bele, de hogy ez a neveléstudományban is jelentkezik ez a helyzet, tehát hogy egy csomó olyan világ van, ami elemezhető,
nem tudom hányan vagyunk, akik most beiratkoznánk a Roxfordba, én biztos. Na, akkor próbáljuk ki. Szóval, hogy ki az, aki beiratkozna a Roxfordba, most jönne a Bagoly. Köszönöm szépen, ugye? Na és ha azt mondanám, hogy a önök, ti gyereketekhez jön a Bagoly, egy olyan iskolába, ahol az első éves tanult anyaggal ki lehet nyitni egy olyan kaput, ahol van egy háromfejű kutya, ami fel akar zabálni, ugye? Tehát, hogy kettő meg három mondjuk, ugye, ezt tanulják a gyerekek első évben, vagy énekelnek valami szépet, és akkor ott a kutya fel akarja zabálni. A második évben kiderül, hogy a játszótér közepén van egy fa, ami fel akar zabálni, ugye, a fúriafűz. A játszótér melletti kis susnyásban két méter nagy pókok laknak, akik változatosan kedvéért fel akarnak zabálni, és egyébként harmadik évben kapunk egy olyan tanárt, aki havonta egyszer, ugye Lupin, azt képzeli magáról, hogy farkas és fel akar zabálni. Tehát ugye a magyar iskola rendszerrel még nincs is olyan nagy baj, onnan ám, mert hogy nem akarnak minket feltállani ebédre, de hogy egy csomó világ van, amelyik neveléstudományi szempontból is elemezhető, Harry Potter, Így neveld a sárkányodat, az, Végjáték, Csillagközi invázió, X-Men, ugye ami egy ha nem mutásokat írok oda, hanem tehetségígéreteket, akkor egy tehetséggondozó suri. Szóval, hogy ezt el kell kommunizálni, gondolná az ember, de hát nem kellett, mert a Csaba rögtön az első szóra azt mondta, hogy jó van, csináljátok, írom hozzá az előszót. Mégiscsak lássák az olvasók, hogy ez nem egy ellopott dolog. Szóval így született a harmadik kötet, ami neve egy Jerry címre hallgatott, és aztán Gábor, aki a sorozatnak a véres szájú szerkesztője, borzasztó vele dolgozni, ezt így megint magunk között elmondom, hogy minden hibát megtalál, amit szeretnénk elsumákolni. Tehát no, ténylegesen előfordult az, hogy visszaírt, hogy Aronzon a társas lénynek nem a 93. oldalán van a fehér egér effektus, ettől rendes szerző frász kap, amikor úgy megpróbálta egy kicsit szőnyeg alá söpörni, hogy hát ez biztos ott van, mert emlékszem valahol a könyv elején. Szóval hát ő tehát egy véreskező szerkesztő. Nem olvastam, mert visszakerestem, hogy nyilván egyikünk se hallott még az Encore-ról, vagy legalábbis nem használtam. Nem töltöttem le, és nem kerestem rá, hogy hol is van ez. Szóval nevelj Jerryt, és akkor utána Csaba, Gábor, illetve nyomorúságom, és ez az a baj, hogy ugye mindig kétharmados többsége van a politológusoknak, borzasztó. Összeálltunk, hogy akkor most a nagy megaszondás, a nagy ópusz, a fantasztikus világok nagy kínálata, és a tudományok nagy kínálata, tehát, hogy a politológián és a neveléstudományon kívül van még egy csomó tudomány, földrajz, pszichológia, szociológia, fizika, ami magyarázható, és hogy még egy gyors mondat, és már abba is hagytam, hogy azért gondoljuk ezt, hogy ez talán nem csak persze szellemi kaland is, meg játék is, de hogy az áltudományok azok olyan könnyűek, tehát hogy a föld lapos, ezt mindjárt tudjuk, meg az agyunk 10%-át használjuk, meg hogy a 60 éves bácsi ócsán összeállította a perpétum mobilét, meg hogy, szóval, hogy annyi minden van, ami jön, hogy és a tudomány meg nehéz. Szóval nekem van szerencsém orosz professzorral együtt írni egy cikket, akit úgy kellett lebeszélni, hogy a 10 egymással függő Einsteini differenciál egyenletet, azt most ne tegyük be ebbe a szövegbe. És hogy elmagyarázni a tudományt egy picit könnyedebben, egy picit egyszerűbben, egy picit olyan módon, ami ténylegesen tapasztalnak a fiatalok, esetleg tapasztalunk mi magunk az olvasmányaink, a filmélményeink során. Tehát, hogy legyen könnyedebb a tudomány és legyen versenyképes az áltudománnyal. Aztán ez rajtuk, önökön, rajtatok múlik, hogy azt mondjátok, hogy ez egy kicsit sikerült, vagy egyáltalán ezzel elpróbálkozatok többször, srácok, mert ez nem ment. Ez egyetlen mondat volt? Igen. És én ezt másfél óra, tehát én egyetemi bohóc vagyok, úgyhogy megnyomnak rajta egy bohóc, ez pont másfél óra ezt szokott lenni, csak most eszembe jutott, hogy másfél óra. Gábor, te hogyan keveredtél a véres szájú szadista szerkesztő pozíciójába ebben a kötetben? Így született. Hát az elején ótletnek tűnt. A második kötetben a Tóth Csaba engem is megkeresett, ami egy tanulmánykötet volt. Ugye az elsőt ő írta, a második az a Fantasztikus Virágokat, ezt talán 13-an írtuk.
És hát a kiadótól visszakaptunk egy olyan korrektúrát, amit először agygörcsöt kaptam, és aztán egy éjszak alatt megcsináltam szépen, hogy szép legyen, és nem is nevetve ebben a hibát találni egyébként. És akkor a kiadó azóta megkérte, hogy csináljam én, mert engem nem zavar, hogyha utálnak, viszont szép lesz utálni a könyv. Hát tehát rajtad ragadt ez a Szent és Neves feladat tulajdonképpen. Igen, azóta nem merem kinyitni a postaládámat. De jó lett, nem? Tehát téged is nagyon megszépített. Az esemény számos. Szóba került már tegnap azt, hogy mindenki más módon csöppent ebbe bele. Valaki kapott egy e-mailt, hogy hó, ez akkora érdekes projektnek hangzik, nincs kedve részt venni benne. Attila és Judy, hogyan csöppentetek ebbe bele? Ti most jutottok először a sorozatba. Ti ebben hogyan csöppentetek bele? Hát én a Közép-Európai Egyetemen foglalkozom közgazdaságtannal, a doktorálom. Gábor nagyon régi jó barátom, és tavaly nyáron talán megkérdezett, hogy akarok írni a kötetbe. Mire mondtam neki, hogy nem, mert hogy akkor, amikor le kell adni, pont akkor lesz a kb. A disszertációm első fontos határideje. És akkor kb. Egy héttel később megkérdeztem megint, és akkor egy hónappal későbbi határidőt mondott, akkor megint mondtam, hogy nem. És aztán akkor eljutottunk addig, hogy a határidő az már ilyen decemberig sikerült kitolni, akkor mondtam, hogy na jó. És igazából életem egy nagyon szórakoztató két hetőt töltöttem azzal, hogy elmélyedhettem a témában úgy igazán, és egy nagyon jó élmény volt, és remélem, hogy a végeredmény is jó lesz. Én meg ugye úgy csöppentem ebbe, hogy az egyik ilyen hungarokon előtt jó pár évvel ezelőtt valaki ajánlotta nekem a Csabát, hogy van itt az ELTE-n egy ilyen politológus oktató, és ilyen őrült dolgokat csinál, hogy szifik mentén magyarázzal a politológiai alapvetéseket, és az aktuális hungarok oldal én elhívtam, aztán nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy a Star Trekben a Bolygók Egyesült Föderációja az most egy demokrácia vagy egy katonai diktatúra, és akkor most eljött ez a kötet, és úgy gondoltam, hogy akkor visszavágok ezért a diktatúrázásért, és megpróbálom bebizonyítani, hogy igazából egy nagyon-nagyon remek demokrácia, és ugye egy lehetőség is arra, hogy azért a Star Trek-en keresztül elmagyarázzuk azt, hogy Brüsszel miért nem akart klingonokat betelepíteni. Az a kérésem, hogy ha spoiler veszély nélkül mindannyian tudtok mondani pár mondatot arról, hogy miről írtátok, milyen sorozatról, könyvről, filmről írtátok a tanulmányotokat, miért pont arról, illetve tényleg a spoiler veszélye nélkül valami truváj és érdekesség, valami, amiért megragadott titeket ez a téma, és nem csak, hogy ahhoz, hogy valami téma jó legyen, ahhoz szükség volt arra is, hogy legyen benne valami, amivel meg tudjuk lökkenteni majd az olvasót, ahogy hallottuk a Jedi, mint katonai hunta, az mondjuk pontosan ebben a kategóriába tartozik. Mi volt az nálatok, ami ott azt éreztétek, hogy na, ez lesz az a téma, amivel most már jól meglökkentjük azt, aki elolvassa ezt a könyvet. Oké, nálam ugye viszonylag könnyen adta magát a dolog, hiszen a Star Trek volt az első science fiction, nem tudom, nagyon-nagyon régen, amit láttam, és ami miatt beleszerettem én ebbe az egész science fiction műfajba, illetve ugye volt egy ilyen extra motivációm, hogy két évvel ezelőtt volt a Csabával együtt egy előadásunk az Aurora Klubban, ahol egy kicsit belehelyezkedtem ilyen jó populista politikus módjára az ő gondolatvilágába, és megpróbáltam bebizonyítani, hogy tényleg egy katonai diktatúráról van szó a Bolygók Egyesült Föderációja kapcsán, és egy kicsit lelkiismeretfoglalásom volt. És amikor megkeresett ezzel a kötettel, akkor ugye földobtam több témát is, de hát mondta a Csaba, hogy hát azért mégiscsak nekem Star Trekről kéne írnom, meg az, hogy pont így az európai választási kampányban jön ki ez a kötet, ad még valamiféle aktualitást is, úgyhogy én ezért ezt a témát választottam. Pontosan, miben is foglalkozol ezen belül, egy kicsit, egy kis betegés? Nem az online marketingre gondoltál. Nem. Politikai pártban politizálok, demokratikus koalícióban, ami azért passzol ez az egész történethez, mert legalábbis mi úgy tartjuk magunkról, hogy mi vagyunk a leg-európa pártibb. Föderáció pártibb. Igen, tehát mi nekünk ugye a kampányokban is benne van az, hogy Európai Egyesült Államokat szeretnénk a valóságban is, és
talán nem meglepő, hogy ezért a tanulmányban is ez a gondolkodásmód visszaköszön. Attila? Én a Csillagok háborúja világában van belül írtam egy tanulmányt, és a birodalmat elemzem közgazdasági, illetve politikatudományi határterületek szempontjából. Két okból választottam ezt, egyik az, hogy imádom, nyilván gyerekkorom óta, annak ellenére, hogy szigorúan véve nem egy science fiction, hanem egy fantasy történet. Ez egy másik 3,5 órás beszélgetés. Nem lehet science fiction, mert zaj van az űrben, tehát ezt teljesen megértem. A másik pedig az, hogy valószínűleg ez az a világ, az a fajta közös élménye az emberiségnek, ami tényleg milliárd ember osztozik rajta, és olyan fogalmakról tudunk beszélni, amikről másképp nem tudnánk feltétlenül nagyon sok emberre. És hát három fő állítást teszek ebben a tanulmányban. Az egyik az, hogy a birodalom az egy folyamat eredményeképpen jött létre, tehát nem egyik pillanatra a másikra a császárság kikiáltásával. Ezt elemzem, hogy milyen gazdasági, stb. Tényezők vezettek ehhez, milyen döntések. A másik állítás az az, hogy ahogy nagyjából minden politikai rendszerben, a birodalomon belül is létezett egyfajta hatalommegosztás, tehát nem volt egy annyira monolit rendszer, mint a filmek alapján elsőre gondolnánk, illetve hogy csak úgy működhetett, hogy valamilyen módon le is teplenült az asztalra. Ezt látjuk is a filmekben, ha már egy meghökkentő állítást kell tenni. Amit elemzek, az például az, hogy milyen módon teremtett a birodalom nagyon sok réteg számára a társadalmi mobilitást. Tehát például látjuk a Solo filmben, hogy a bűnözők elől menekülő Han Solo hogyan kapik teljesen új egzisztenciát azáltal, hogy felveszik a irodalmi kadétok közé, és igazából csak a saját hülyeségének köszönheti, hogy innen kibukik és visszakerül a bűnözői létbe. Illetve azt elemzem, hogy hogyan tud létrehozni egy egységes pénzrendszert, ami korábban nem létezett. Ugye, ahogyha emlékszünk az első részből, a köztársasági váltó nem ér semmit jellegű kitételekre. Szóval ilyen apró nyomokból, amik részint ott vannak a filmekben, mert nem is a fővonalon, de mindenképpen a sorok között felfedezhetőek, részint pedig jóval látványosabban a filmet kísérő egyéb médiumokban, könyvben, képregényben, ezekben látszódik az, hogy igazából itt egy nagyon komoly államépítés is folyik, aminek nagyon sok ember, főleg ember a haszonélvezője. És természetesen a kárvallottak, főleg azok, akik nem az emberi folyamhoz tartoznak, mert ez egy ilyen valós. Szerzőnöket egy állást a miniszterelnökségben. Ahol feltárgnak, hogy fúlik a forrács, meg a bukik. Én a szolgálalány meséről írtam, aminek több oka is van. Az egyik az, hogy alapvetően diagnosztizálatlan autista vagyok, és szeretem az adattörténeteket, amik nagyon aprólékosan ki vannak dolgozva, és nagyon konzisztensek, viszont el vannak rejtve a legfontosabb utalások, amiket az ember csak akkor vesz észre, hogyha elkezd vele komolyan foglalkozni. És a szolgálalány mesélye az egy ilyen történet, marha sok érdekességet meg lehet találni róla. Töredék másodpercig feltűnő, nagyon fontos információkat, amiket így lehet feltárni. Szerintem nagyon tetszett. A másik az, hogy engem érdekel általában az autokráciáknak egyrészt a működésmódja, az általános struktúrája, és az, hogy hogyan lehet egy diktátornak a fejével gondolkodni. Ha létre akarok hozni egy diktatúrát, akkor hogyan látok neki? Annak érdekében, hogy következő héten ne döntsék meg rögtön ezt a diktatúrát. Nagyjából hogyan kell teljesíteni ahhoz, hogy nyugodtan hajthassam le a állóra a fejlet. És ez tökéletes a szolgálalány meséje. Ráadásul ez egy olyan történet, ami most nagyon népszerű a sorozatnak köszönhetően, amelynek egy borzasztóan érdekes viszonya van az eredeti könyvhöz, ugye a Margaret Atwoodnak a regényéhez. Ez egy külön érdekes téma, amit lehet boncolgatni ebben a szövegben. És mivel nagyon sokan foglalkoznak vele, viszont mindenki a műjogoknak a szempontjából érthető módon, nekem az egy ilyen kis Gézengúz csinnek tűnt, hogy akkor én most hozzányúlok úgy, hogy gyakorlatilag egyetlen szót sem, vagy csak nagyon kevés szót tettek a nőjogokról. És ez a történet ez tényleg annyira sok értő és annyira komplex, hogy tökéletesen alkalmas arra, hogy így is lehet sem mozogatni. Az alapvető állításom az tulajdonképpen kettő. Az egyik az, hogy ez a pucs, ami a szolgálalány mesének az alaptörténete, ugye amikor ilyen újszövetségi fundamentalista keresztények forradalmat robbantanak ki az Egyesült Államokban, és totális diktatúrát hoznak létre. Ez tulajdonképpen nagyjából olyan két éven belül fog bekövetkezni. A másik pedig az, hogy amikor, ahol most a sorozat tart, nevezetesen, hogy a főhős az megszökik ebből a diktatúrából az életét kockáztatva, ez egy teljesen felesleges tett, mert nagyjából még néhány hete van hátra ennek a diktatúrának is összeomlik,
mert egy borzasztóan amatőr módon összeállító diktatúra. Úgyhogy megpróbálok receptet adni mindenkinek, aki jó diktatúrát akar építeni a YouTube-ben. Együtt fogok dolgozni. Mi lesz? Nyugodtan, hogyha valami nem volt, akkor tényleg fölgyögösítem a közönséget, hogy nyugodtan kérdezzetek. Nekem bebütötte a filmet azt, hogy úgyis összeomlott volna már a szolgálatmeséjének a diktatúrája. Én pont azért nem bírtam nézni, mert annyira stabilnak és maradandónak érzékeltem, hogy... Nagyon sok olyan részlet van mind a filmben, ami arra utal, hogy gyakorlatilag tényleg már dőlésben van a diktatúra, és mindjárt meg sem, és pont ezért izgalmas szétszállazni ezt a történetet. Na most ugye a fikció és a valóság viszonya egy ilyen krasznahorkai is fordulattal, Margaret Atwood jól kitolt velem, mert ugye 85-ös a regény eredetileg, 34 éven keresztül békén hagyta az egész történetet, és most, hogy megírtam, hogy mi lesz majd a vége a történet után, most megírtam a második részt, úgyhogy szeptemberben fog jönni. A folytatás, ami valószínűleg össze fogja dönteni az egész koncepciómat, de az én olvasatomban tökéletesen érvényes lesz az, amit leírtam a Gilead diktatúráról. Ugye a Star Trek-kel most mit szólják te? Mit elmondolni ennek? Vagy a Brexit-tel. Hát én ugye képtelen vagyok egy cikket önállóan megírni, tehát két felesbe vettem részt. Az egyik csak nagyon röviden, mert lesz még ma szó róla. Ugye a Neve egy Jedit, ami ilyen nevelés tudományon foglalkozó kötet, tulajdonképpen jó fogadtatást kapott. Egyetlen egy olyan szakmai kritika volt, ami mélyen fájó, mert hogy jogos. Mégpedig az, hogy hát fiúk, ti csak itt beszéltek már, hogy ez nekem szól, arról, hogy a tanulás az rég kilépett az iskolai körből, azt mégis állandóan csak iskoláról beszéltek. Ugye az X-Men, a Harry Potter, az Így nevel a sárkányokat, mind-mind a Stephen King az mind-mind iskolai környezet vagy iskolai közegben játszódik. Tehát tessék szívesen mondani valamit arról is, hogy nem csak az iskolában tanulunk, úgyhogy mi egy 3-4 Turbo Anna Mária kolléganőmmel világon keresztül a kortárs csoport működésmódját, konfliktusait, alá és fölé rendeltségét próbáltuk meg elemezni. Harry Potter, beavatott, útvesztő, alkonyat szegélyezte ezt az utat, de erről bővebben a orosz tanárurat is látom, úgyhogy akkor arról is röviden. Csak ugye a másik az meg, hát én az alapvégzettségem se nem lehet pedagógus, se nem lehet fizikus, én csak egy koszos villamosmérnök vagyok, de azért valamennyit ugye emiatt az ember Műszaki Egyetemen tanult fizikát, úgyhogy a kapcsolat, amire talán emlékeztek Judy Foster film kapcsán próbáltunk meg matematikai és fizikai fogalmakat tisztázni és lépni tovább, egészen eljutva az Einstein-Rosen-idig, hogy abból is csak egyetlen egy mondatot, vagy ilyen trúvájt, de nem lőve le a poént, találtunk benne egy a filmben, amit ugye egyébként a nagyhírű Carl Sagan animált, vagy támogatott, egy elég komoly hibát, de ezt most nem mondom el, hogy mit tessék szükségem írva olvasni. Hát majd bolond leszek. Meg ha társzerzőn lelövi a poént, akkor lelőtte a poént, én ezt most nem tenném meg. Úgyhogy ez a két munka, ami részben hozzám kötődik. Miután a teljes közönséget semmilyen körülmények között nem fogom tudni kihívni a színpadra, az összes írót sem, mert leszakad alattuk a pódium semmi perc alatt. Ezért marad az a lehetőség, hogyha a kint élő négy úriemberhez van bárkinek már most kérdése. Bármelyik kötettel kapcsolatban kötözködni szeretném, azt szeretjük. Ha egymással szeretnétek kötözködni, azt is szeretjük, csak pontosan ezt vagy oda. 8-kor szólni fognak, hogy hagyjuk el a termet, mert hogy mi ketten azért... 85 perccel fognak szólni. Igen, neked 7-kor, de hogy... ne kezdjétek! Tehát, hogy te lassan mi? Szeretnék kérdezni a közönséget. Van-e bárkinek bármi kérdése, kötözködés? Láttam a jelentkezést, fátlan. Nem? Én kérdezni akartam, például a Szolgáló 40-es, hogy azt csak a könyv alapján írtad, vagy a sorozatból is vettél ki valamit, vagy a sorozat egyáltalán nem? Máskor mert tehát, hogy... A könyv.
Az 1990-es feldolgozás, a dán opera feldolgozás, az amerikai opera feldolgozás, illetve a sorozat, illetve a sorozat jövőjével lejtett megjegyzések, illetve a sorozat, a könyv és a többi feldolgozás közötti ellentmondásoknak a feldolgozásával. Tehát ez egy alapos munka, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom a olvasásra, különösen a 170 lábjegyzetet. Hány oldal is lett? Nem olyan sok, tehát 50 körül. Aha, ja, 50 körül 80, tehát megmondtuk minden szerzőnek, hogy 40-60 ezer leütést legyen kedves produkálni, mert az egy cikk, a Gábor első verzió a 120 ezer fölötti volt. Te én szerkesztő vagyok, nekem sok. És egyébként ugyanez volt a lábjegyzettel is, hogy senki nem erészeljen 100 lábjegyzet fölötti természetesen. Egy mondatot hadd tegyek hozzá, a második kötetben írt Gábor először az Alien világról, az is tényleg nagyon érdekes, annyira érdekes, hogy ugye a második részbennek az elején, amikor a Sigourney Weaver behibernálják, akkor egy ilyen kihallgatás van. És ő megállította a filmet, tényleg nem, tehát nem viccelek, és megnézegette, hogy hátul a képernyőn mit írt ki a számítógép, hogy mikor is született a Sigourney Weaver, illetve hát a megszemélyesít, és akkor most hány éves lehet, és mikor van a születésnapja, és milyen csillag egy alapszerűen, borzasztó. Spoiler, kiderül belőle, hogy földön kívüli egyébként a Ripley, úgyhogy érdemes elolvasni ezt a kilemot a homályt, és... Én azt lehetett. Hát nem mondom, hogy olvastam. Jó, ez itt a reklám helye, köszönjük szépen.